választottuk az általunk négy legnépszerűbb embert, ti pedig eldönthettétek, hogy ki az az egy, akit mindenki kedvel. Nézzük a négy versenyzőt. Poprádi Norbert, Cakó Viktória, Fábián Krisztián, Lakatos Kristó. Akatos Kristó. És miért gondolod így? Mert ő Jézus, a sovány Jézus. Jesuá. Ő a messiás, a nagy tanító, szerintem ez ezért. A Popi akkor. Hát igazából őt ismerem a legjobban azok közül, vele jobban vagyok. Érzelmi szempontok alapján. A Fábián Krisztiánra szavazom. Azért, mert a Krisztiánt egyrészt a kamerás tevékenységei miatt a kamera mögül mindenki ismerheti, és emellett egy olyan magával ragadó személyiség, hogy biztosan rá voksolnék, de a többit, az az igazságot nem is ismerem, úgyhogy igazából, de ja, tényleg a Popit ismerem, de a Krisztián talán ő. Az durva, azt mondom, hogy egyik se. Egyik se. De egyik se. Az öt közül már. Ez a válaszom, egyik se, egyik se. Nem tudnék egy mellett sérve. Egy mellett se. Cakó Viki, a tesó. Mert népszerű, meg aranyos, meg kedves, segítőkész. És gyűjtszi. Na igen, a Fábián Krisz, de csak azért, mert ugye mikor van a honfoglalás. Hát, Fábián Krisz. Hát, igen, talán a Popi. Hát, mert róla már úgy sokat hallottam, meg nem tudom, ő olyan közvetlen mindenkivel, és hogy ezért ismerünk mindenki. A Lakatos Kristó. Lehet sok negatív kritika is éri meg, de hát ő ilyen dökelnök, féleség, meg sok intézkedés van, és szerintem így vágják nagyjából a sülőt ki. Egyöntetően úgy gondoltátok, hogy Fábián Krisz a legnépszerűbb diák a suliban. Keressük meg, és mondjuk el neki a hírt. Krisztián, elindítottunk egy szavazást az iskolában, hogy ki a legnépszerűbb a suliban, és te győztél. Jó nagy szavazattal, igen. Én magamat nem tartom ennyire népszerűnek, úgymond, tehát inkább elképzelnék egy ilyen kis tip-top kis csajt, aki tipeg a folyosón, de magamra nem szavaztam volna. Hogy nagyon örülök, hogy ennyien szeretnek, úgymond, visszajelzések eddig nem voltak, de most már ennek örülök. Ennek lehet, hogy köze van a 10. osztályban elkészített videóhoz. Na, Vekerle. Vekerle. Ez egy ilyen projekt hét volt 10. osztályban. Vekerlével kapcsolatos videót kellett készíteni, és egy klippet csináltunk. Ma ilyen 6-7 ezeres nézettséggel bír, és hát nagyon meglepődtem, mert maximum 1-200-ra tippeltük volna, és így nagyon para volt, így jöttem be sülve, és mindenki ezt énekelte, és már nagyon elegem volt belőle. Elsős lény vagyok, szeretek új barátokat szerezni, de inkább ragaszkodok a meglévőkhez. Jó, és köszönöm szépen nektek is, hogy ezt így megszavaztátok nekem, vagyis az embereknek. Én vagyok a legnépszerűbb.